A legszélesebb látószögű és a leggyorsabb lencsét keresed? Akár abba is hagyhatod a keresést, ugyanis a Samyang 14 mm-es 2.8-as lencséje szerintem a legjobb árérték arányú. Miért? Mindent át fogunk beszélni, a tulajdonságait, a funkciókat, és még teszteket is mutatok, de először intro. Ma a Samyang 14 mm-es 2.8-as lencséről lesz szó. Hogyha azon gondolkoztál, hogy hogyan lehet, hogy ez az autofókusszal rendelkező lencse miért ennyire ritka, hiszen a legtöbb ilyen az manuál fókuszú, akkor annyi a válasz, hogy a Samyang ezt megcsinálta. És hogyha már a széles látószögnél tartunk, 114 fokos az a szög, amit ő ad. Nyilván aggódhatnánk arról, hogy milyen disztorció van, de nem kell, ugyanis a Samyang minimalizált bármilyen aberrációt, vagy hogy a fény rossz szögbe jöjjön be, és tényleg a nagyon magas elvárásoknak felel meg, a minősége a középpontjától egészen a széléig, mindezt 400 euróért. Megmutatok néhány tesztfelvételt, képet róla, hogy hogy néz ki. Szerintem mind a felépítése, mind pedig amit produkál, nagyon-nagyon király. Hogyha így ide hajolok, tiszta Beastie Boys klip. Nézzünk meg, hogyha most nagyon közel állok, milyen egy fókuszteszt. És vissza. Ez a gyors videó ennyi volt, hogyha szeretnél egy jó objektív parkot felépíteni, és nem szeretnél egy vagyont elkölteni rá, akkor mindenféleképpen nézd meg azokat a másik videókat, amiket ide teszem még különböző Samyang lencsékről, ahol meg fogom mutatni, hogy milyen a képminősége, milyen a fókusza. Úgyhogy most csak annyi maradt, hogy ha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold és iratkozz fel a feliratkozás gombbal együtt. Még rengeteg tartalmam, nem csak review, hanem konkrét produkciók, BTS, krimi bírólos videók is jönnek. Ha ezek a dolgok érdekelnek, akkor iratkozz fel, és találkozzunk egy másik videóban, mondjuk ezekben. Köszi, hogy itt voltál. Szia, sziasztok!